Másfél évvel ezelőtt észlelték először, hogy probléma van a bátaszéki tájház szerkezetével. Repedések jelentek meg a falon és az épület homlokzatán is. A problémával a helyi polgármesteri hivatal műszaki osztályát keresték meg. Föl is tárták ennek az okát, és el is árulták, hogy a 19. század végén készült ez az épület is, vagy építették ezt a házat, és akkor még olyan alapot nem kapott, amelyik elbírta volna azt a mostanában jellemző, hirtelen lezúduló óriási esőmennyiséget, amit mondjuk kapunk egy-egy tavasszal. Idén szeptemberben értesítette a Telekilászó Alapítvány, Népi építésért program a Bátaszéki önkormányzatot, hogy a beadott pályázatokra 20 millió forintot ítéltek meg. Ebből a falak alatti alapozási munkákat, szerkezeti erősítéseket, csapadékvízelvezetést, új padlóburkolatot, nyílászáró felújítást, vakolást és festést tudnak elvégezni. A helyi önkormányzat 17 millió forint önerővel egészíti ki a januárban induló munkálatokat. A mi feladatunk pedig az, hogy kipakoljuk azokat a csodálatos szobákat, és félretegyük, megmentjük azokat a tárgyi értékeket, amelyeket itt kiállítunk legalábbis a kiállítás néprajzi részét, ugyanis a pincében található régészeti tárlatmentési munkálatait a Vosinski Mor megyei múzeum végzi.